Július 29-e, inni és itatni. Mai igénk Mózes első könyve, 21. fejezetének 19. verse. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást, és megitotta a fiút. Izmáelt elküldte az apja, lemondott róla az anyja, de felkarolta Isten. Miután hágál lemondott életben maradásukról megszólalt az úr, ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját. Nem az asszony sírását, hanem a gyermek imádságát. Isten komolyan veszi a gyermekeket, emberszámba veszi őket nem játékszelnek vagy tehelnek tekinti, mint olykor mi. És a kicsi imádsága magasabban hatol, mint az anyja jajgatása. A jajistenem, Istenem nem feltétlenül imádság. És kiderült, hogy van ott víz, csak a kétségbeesésünk és hitetlenségünk miatt sok mindent nem látunk meg. Isten megnyitja hágál szemét, aki meglátja a forrást. Megnyílt szemű édesanyákkal van szükség, akik komolyan veszik Isten igéjét, látják a láthatatlant is, akiknek legalább olyan fontos gyermekük lelke, mint a teste, ők élete, mint e földi boldogulása. Mi mindnyájan vaksi szemmel születünk, nem látjuk a forrást, de Isten megnyithatja a szemünket. Hiszen minden szülő nagy lehetősége az, hogy gyermekei újjászületésénél is bábáskodhat, hogy a részt vehet Isten újjáteremtő munkájában. Ehhez azonban először nekünk kell újjászületnünk. Ó, de sok nyomorúság nem következne be, ha ezt a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó felnőttek komolyan vennék. Ha gyermekeinket az ige éltető vize helyett nem a világ kólájával és csokoládéjával etetnénk. Isten ma minnyájunkat hív, Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Minek adnátok pénzt azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok rám, és élni fogtok. Jézus mondta a Samáriai asszonynak, Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik mert örök élete buzgó víz forrásává lesz benne. Minden szülő nagy lehetősége ebből inni és ezzel itatni.